Köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban immár hagyományainkhoz híven mesélünk. Beszélünk a médiáról, rádióról, televízióról, újságokról, néha könyvekről, és ma rengeteget filmekről is, hiszen vendégünk Báron György, filmkritikus. Szervusz Gyuri! Szervusz Gyuri! Ez tulajdonképpen egy születésnapi beszélgetés is lehet, hiszen most április végén leszel 72 éves, ha jól tudom. Hát sajnos jól tudod. Változtál? Hát ezt inkább azoktól kéne megkérdezni, akik ismernek, mert ugye aki, tehát az ember azt érzi, hogy természetesen ugyanaz, de hát azért biztos, hogy 70 év alatt az ember változik. Az biztos, hogy valamivel nyugodtabb és lassúbb lettem. De hát ez a korral jár. Mennyinek érzed magad? Ja, 18. Aha, gondoltam. Azt írtuk ki rád, hogy filmkritikus, de kiírattuk volna azt is, hogy filmesztéta, vagy írhattuk volna azt is, hogy filmőrült, ahogy minősítettek téged 3 éve, amikor megkaptad a Muoc aranytollát. Melyik az igazi? Hát a filmőrült lenne az igazi, de hát ilyen foglalkozás nincs. A filmkritikus az teljes mértékben igazi, hiszen évtizedek óta hetente, vagy 2 hetente írok filmkritikát ugyanabba a heti lapba, az Élet és Irodalomba. Tehát az biztos, hogy filmkritikus vagyok, mert ha valaki folyamatosan 4 évtizeden át filmkritikákat ír, akkor valószínűleg elmondhatja ezt már magáról. A filmesztéta is annyiban stimmel, hogy hát azért jó néhány olyan könyv meg tanulmány van, ami azért érintkezik a filmesztétikával. A filmörült meg stimmel, mert hát az persze az nagyon jó, hogyha az ember azt csinálja, amit szeret. De hogyan lesz az ember filmőrült? Gondolom, hogy gyerekkorodban elvittek moziba, és akkor azt mondod, hogy ezzel akarok én foglalkozni mindig? Majdnem, szóval nem teljesen. Az biztos, hogy valahogy mindig a kultúra felé orientálódtam, és hát ugye imádtam a mozikat, és teljesen meghat, hogy emlékszem, hogy apukámmal a Jókai Művelődési Házban megnéztünk egy amerikai westernt, egy klasszikust, a John Ford, aki megölte Liberty Valance című westernjét a John Wayne-nel, hát aki egy hős volt, és én kiszédelegtem a Jókai utcába, és azóta ezt a filmet minden év betanítom, most már elég régóta. Ezt akkor még nem gondoltam persze. Hát az ember régen úgy lett filmkritikus, most másképp lesznek, most már vannak filmtanszakok az egyetemen, és hát aki az akar lenni, az általában oda jár. A mi időnkben ez nem volt, az ember elkezdett, hát majdnem, hogy ilyen self-made man módon, az ember elkezdett moziba járni, és akkor elkezdtem írni filmekről, és furcsa mód nagyon nagy szerencsém volt, mert akkor mindenféle egyébről is írtam, tehát megjelent, még színi kritikám is megjelent, de rájöttem, hogy ahhoz nem vonzódom annyira, meg ahhoz azért tudni kéne a színház és a dráma több ezer éves történetét, a filmnek alig volt akkor még 100 éves története, tehát az egyszerűbb volt valahogy tudni. És akkor elkezdtem írni az Élet és Irodalomba ezt, aztán, azt még novellám is megjelent, jellemző módon pörkölt címmel, egy vacsoráról szólt, és be is került ilyen mindenféle gasztronómiai irodalmi csemegék közé. És akkor a Máriás Judit, akit én nagyon kedveltem, az megkérdezte, hogy nem akarnék-e filmről írni, akkor azt hiszem már egy-két ilyen tanulmányom megjelent még a régi mozgóvilágban. Igen, Máriási Judit és szerkesztője volt. Ő volt a kritikai rovat legendás vezetője, amúgy pedig, hát forgatókönyvíró, ő még látta Balázs Bélát, Radványi Gézát, a Máriási Félix felesége volt, tehát azért a filmvilágban egyáltalán nem volt ismeretlen, és megkérdezte, hogy nem akarok-e odaírni, mert a legendás kritikusok, a B. Nagy László akkor már nem élt, és különböző emberekkel próbálkoztak, nagyon jó írókkal egyébként, akik nem voltak nagyon jó kritikusok, mert magukról, az író mindig magáról ír. És akkor elkezdtem írni, és az első kritikám, élénken emlékszem, az egy, akkor fedezték fel, egy korai Fassbinder filmről szólt. És az nagyon tetszett nekik, és akkor kérdezték, hogy akkor miről írok a jövő hétre. És úgy néztem rájuk, mint, hogy mi az, hogy a jövő hétre. Hát én írtam, kértek valamit, megírtam, csokolom. De hát akkor mondja meg, hogy a jövő hétre miről, akkor megint kitaláltam valamit. Hát ez így ment, most már ugye, hát nem tudom hány hét van, 40 év alatt, de elég sok. Tehát és akkor lassanként nyilvánvalóan elkezdtem ezt megtanulni. A szerencsém az volt, hogy az Élet és Irodalom kritikusa az a number one volt. Nem én, hanem mindig a pozíciójából adódóan, hát ugye a legtekintélyesebb, vagy az egyik legtekintélyesebb lap ezen a területen, azóta is
az élet és irodalomból, tehát aki a B. Nagy László helyébe lépett, hát olyan kritikusok voltak ott, mint a Koltai Tamás, a Létai Vera, a Frank János művészetkritikus, tehát ilyen legendás figurák voltak, és aki a B. Nagy László helyébe lépett és arra a helyre írt, az majdnem automatikusan, hirtelen az ország egyik első számú kritikusa lett, akár akarta nem, akár nem, már az első írásában. Figyelnek rá. Igen, igen, mértékadó kritikus lett, és hát azóta se tudta magamról levetkőzni. Mitől lesz jó egy filmkritikus? Ez egy nagyon szubjektív műfaj ugyanis. Azért annyira nem. Hát ezt most már ugye tanítjuk különböző egyetemeken. Hát ez olyan jó kérdés, hogy mitől jó a film, persze. Hát a filmkritikus sok mindentől jó. Az egyik nyilván az, hogy legyen valami ízlése, ami nem azt jelenti, hogy nem téved. Mindenki téved. Ennyi idő alatt meg pláne. A másik az, hogy valamit azért értsen a filmhez. Tehát amikor azt mondják, hogy beülök én a moziba és írok róla, mert én az egyszerű közönség vagyok, akkor én mindig azt mondom, hogy te nem az egyszerű közönség vagy, mert közted és a közönség között az a különbség, hogy te nem közönség vagy, te kritikus vagy. Neked ez a szakmád, te azért ülsz be. Tehát ha valamit tudni kell a filmről, akkor azt neked illik tudni, hogy ez ennek a rendezőnek hanyadik filmje, milyen stílusú ez a rendező, kik voltak az elődei. Tehát valamit illik tudni a hátteréről a dolognak. Hát nem árt tényleg, hogyha van valami minőségérzéken, már itt azért nagyon mellé lehet menni. És hát van még egy harmadik dolog, hogy hát nem árt, ha tud írni, mert azért ez egy sajtóműfaj, egy írásos műfaj, és az embernek az a dolga, hogy megpróbálja szavakkal, ami ugye egy egész más terület, valamilyen módon mégiscsak visszaadni azt, amit látott a vásznon. Mindig, mint filmkritikus nézed a filmeket, soha nem engeded el magad? Én mindig elengedem magam, hát másképp nem lehetne. Hát az borzalmas lenne, hogyha ülnék és azt mondanám, hogy ez a munkám. Hát persze jó időnként zakatol a fejem, de már például mondanak valamit a filmbe, akkor meg kell arra gondolni, hogy ezt meg kéne jegyezni, mert ez annyira jó, hogy ezzel még lehet valamit kezdeni. De azért én általában megpróbálom átadni magam, és még mindig, hát most már sok tíz év gyakorlat után, ha van rá lehetőség, és tényleg komolyabban kell írnom róla, akkor megpróbálok egy úgynevezett screenert, tehát vagy DVD-t, de most már linket elküldeni, a forgalmazó elküldi, és akkor újra nézem. De először mindig úgy, ahogy a közönség, most már a közönség sem mindig úgy persze, de azért ha lehet, akkor moziban, nagy vásznon. És aztán, amikor a pici részletekről van szó, akkor már lehet azért a screeneren előre-hátra menni, megnézni, hogy mi volt abban a jelenben, ilyesmik. Minden tudsz a filmekről, a filmrendezőkről, ez nagyon széles spektrum. Dehogy tudok mindent, semmit nem tudok természetesen, hát valamit picit nyilván tudok. Azt tudom, hogy hol kell megnézni. Aha. Tehát nyilván nem érdemes tudni, hát a fene, hát jó, vannak ilyen nagy rendezők, akiket most már tényleg, hát én nem filmkritikai, hanem alapvetően filmtörténetet tanítok, és klasszikus, egyetemes filmtörténetet, tehát nyilvánvaló, hogy el tudom neked mondani mondjuk a Bergman vagy a Fellini összes filmjét évszámokkal is, ha nagyon muszáj. De hát ez a dolgom. De hát a legtöbbről nem tudok, de hát miért kell tudni, amikor most már olyan egyszerűen ott van az a tudástár, hogy rámegyek az IMDb-re, vagy valamelyik, valamire rámegyek, ami megbízható, mert azért nem árt tudni, hogy... Jó, de hát kezdetben nem voltak ezek. Nem, kezdetben nehezebb volt. Kezdetben könyvtározni kellett, kezdetben utána kellett járni a dolognak, kezdetben a régi kopogós írógépem, még mindig megvan, mint dísztárgy, egy Continental gépen legépelni a dolgot, lehetőleg ugye belerakni, tehát hogy másolattal két papírra belejavítgatni, visszatenni, még egyszer legépelni, aztán felülni a villamosra, elmenni az Élet és Irodalom szerkesztőségébe, ott bekopogni a Kardos G. Györgyhöz, mert nála mindig volt pálinka. Hát akkor volt szerkesztőségi élet. Igen. Az ember oda bement, és akkor ott jöttek az írók, a kritikusok, az újságírók, és akkor ott a duma volt hétfőn, amikor bevittük a kéziratot, és szerdán, amikor korrektúra volt, akkor megint bementünk, ki volt rakva egy csomó ilyen papír, és akkor kijavítgattuk a fedési hibákat a saját írásainkba. Tehát ez egészen másként zajlott, más volt ennek a rituália, és természetesen akkor lexikonokból,
könyvtárból, hát megpróbáltam azért egy csomó filmkönyvet otthon begyűjteni, hogy azért ne kelljen mindenért a könyvtárba bemenni, akkor az volt, hát most egyszerűbb az élet, most valamit megírok, 18-szor kijavíthatom fél óra alatt, mert olyan könnyű a technika, de benyomok egy gombot, és akkor megjelenik az Élet és Irodalom szerkesztőségébe. Ilyen. Minden filmre emlékszel, az előbb említetted az első film élményedet, de nyilván nem ez az egyetlen, ami megmarad benned, hanem bárkit mondok, akkor tudod, hogy milyen filmeket csinált, milyen volt. Nem, hát bárkit nyilván nem. Hát azért a filmtörténethez az tartozik, hogy a klasszikusokat illik ismerni, tehát a filmtörténeti kánont, az igazán nagy alakokat, és még hát jó néhány rendezővel azért mondjuk nehéz lenne eladni, legalábbis jól ismerem az életművüket, de hát a minden, hát ez egy beláthatatlan világ, hát ez olyan, mintha a kertésztől megkérdezik, hogy minden virágot ismere. Nem, amit ültet, meg amit szeret, amit régóta gondoz, azokat ismeri, a többit megnézi, és megnézi a növényhatározóba, ilyen egyszerű. Milyen most a magyar film? Hát nincs jó paszban, meg kell, hogy mondjam. Van egy nagyon biztató dolog, félő, hogy ennek most éppen vége kell szakadni. Ez az egészen fiatalok, az első filmesek, mert azoknak volt egy inkubátor program, még van, de most éppen kezdi átvenni ugyanaz a döntőbizottság, amelyik a nagy filmekről dönt. És ők nagyon kis költségvetésből, most azt mondom, hogy 100 millió forint, akkor ez soknak tűnik egy családi háztartásban, de hogyha belegondolunk abba, hogy egy 4 milliárdos költségvetésű, mert olyan is van magyar filmnek, ez az 1-2%-a, tehát a büfé és a taxi költsége, akkor nagyon kis költségvetésből ezek az első filmesek, ezek nagyon jó filmeket csinálnak, sikeresek a fesztiválokon, csak az idei, meg tavalyi termésből, csak néhányat mondjak, a Veszélyes lehet a fagyi, a 6-7, a Larry, a Magasságok és mélységek, akkor a Kishajni filmje, a Külön falka, vagy Külön banda, mindig összekeverem a Godard film címével, sikerült olyat adni, akkor a Nagy Dénes Berlinben Ezüst medvét nyert nagyszerű filmje az Ávada regényéből, ezek mind első filmesek, ez nagyon biztató. Ugyanakkor a középgeneráció teljesen hiányzik. Azok, akik most 40-50 évesek, és akiknek most a csúcson kellene lenniük, többnyire vagy külföldön dolgoznak, vagy színházban dolgoznak, vagy nem dolgoznak. Pálffy György, Mundruczó Kornél, ő külföldön dolgozik. Hajdú Szabolcs, Török Ferenc, Fligauf Menedek. Hát ezek nagyon komoly nevek egyébként a nemzetközi filmvilágban, és rengeteg díjat nyertek. Az teljesen hiányzik, és a nagy öregeket sem látom, akik még köztünk vannak és dolgoznak. Helyette viszont betört ez a borzasztóan méregdrága ilyen kosztümös történelmi film irányzat. Most a kurdus filmről nem beszélek, mert hát az inkább politikai termék, mint film, úgyhogy ezt most gyorsan felejtsük is el, bár ugyanúgy sokba kerül, mint a film, és úgy is néz ki, mint egy film, de hát az nincs köze. De most nem csak ezekről beszél, hanem ezekről a történelmi, diadalmas történelmi filmekről. Hát most már a kiosztott pénznek hát minimum a 3/4, de inkább több ezekre megy el, és hát ezek ugye irdatlan összegbe kerülnek, ez az egyik probléma, tehát masszívan sokkal veszteségesebbek, akárhányan nézik meg őket, mint egy 4 milliárdos filmen, akkor is 3 milliárdot buknak, hogyha mindenki, az egész ország megnézi. Egy 100 milliós filmen maximum 80 milliót lehet bukni, hogyha néhányan vesznek rá jegyet. Ez az egyik gond, a másik, hogy ugye példának szoktuk felhozni az Egri csillagokat, és más ilyen nagyon emlékezetes történelmi filmet, a Jókai filmeket, a Várkonyi Zoltánnak kikészített a Gertler Viktor, hogy az a szokás a filmvilágban, és Magyarországon most nem ez a szokás, hogy a nagyon drága filmekre általában, vagy a nagyon sok pénzt olyan filmesekre bízzák, akik már nagyon gyakorlottak. Hát ez logikus. Ez teljesen, minden országban így van, kivéve nálunk. Tehát a nagy összegeket kapják azok, akik még nem tettek le semmit az asztalra, vagy egyáltalán nem is filmesek, csak jól vannak elhelyezve, pozícionálva, hogy finom legyek. Na jó, de megbízható emberek, mint rendezők, ez hogyan jön össze a idézőjelben igazi filmmel? Sehogy.
akkor ebből nem film lesz, hanem ebből nem tehetséges munkák jönnek ki. Semmi baj nem lenne azzal, hogyha elkészülne egy-egy történelmi film. De ha belegondolunk, hogy mikor készült az Egri csillagok, amit azért mégis a Várkonyi Zoltán rendezett, vagy akár a Föltámadott a tenger, aminek voltak politikai rendelései és felhangjai, de hát az mégiscsak a Nádasdy Kálmán és a Ranódi László rendezte. Tehát olyanok, akiknek ez a 20. filmjük volt, mikor rábíztak egy ilyet, tehát ők profik voltak, hanem az a gond, hogy amikor elkészültek ezek a jókai filmek, vagy elkészült az Egri csillagok, akkor ugyanabban az időszakban készültek el a Jancsó remek művei. Ugyanakkor lépett a pályára a Szabó István az első kiváló filmjeivel, a Mack akkor csinált remek műveket. Tehát nem az a baj, hogy van egy Egri csillagok, hanem hogy van 5 Egri csillagok, de hol a Mack? Hol a Jancsó? Az előbb említetted az ifjú rendezőket, őket tanítottad is? Igen, majdnem mindegyiket tanítottam. Nem vagy elfogult akkor velük? De. Hát az ember nem tud nem elfogult lenni természetesen velük. Nagyon drukkolok a sikerükre, de ha valakiről úgy érzem, hogy nagyon mellé ment és nagyon méltatlan dolgokat csinál, hát akkor szomorúan. Akkor szomorú vagyok. Persze, hát az ember biztos, hogyha 5 évig együtt voltunk iskolába, tanítottam őket, nem csak, hogy ültünk a padbát, azért ez egy filmes egyetem, tehát azért ez egy műhely és workshop, akkor olvastam a forgatókönyveiket, néztem a vizsgafilmjeiket, néztem a mustereket, a még nem elkészült filmekről, aztán az első filmjeikkel is jönnek már a forgatókönyveken. Hát persze, hogy elfogult vagyok, nyilván az vagyok. Azért abba bízom, hogy amikor azt mondom, hogy ezek nagyon tehetséges fiatalok, akkor ezt nem csak az elfogultság mondatja, mert tehát egyrészt nagyon jó a kritikai visszhang, nagyon jó a fesztivál visszhang, nagyon sikeresek mindenhol, mindenféléket nyernek. Tehát nem egyedül vagyok ezzel a véleményemmel. És akkor egy picit most térjünk el ettől a filmektől. Hol tanítasz most? Hát ugye én az SF-én tanítottam egészen addig a percig, amíg nem vette a hatalmat. Én most nem a Vidnyánszkit mondom, mert ő egy színházas, akkor éppen egy Novák Emil, már nem ő a rektor, de akkor éppen ő volt egy kinevezett rektor rövid ideig. Hát ugye a Szentkirály utcában volt a filmes rész, utolsó este szépen én voltam az, aki, hát nem egyedül, hanem több tanítvánnyal, meg tanár kollégával, még oda mentünk, 10-ig volt a miénk este az egyetem, egy szép esős este volt, és 10-kor én zártam be a Szentkirály utca kapuját, azóta nem mentem be oda, mások nyilván kinyitották, és most ott vannak. Mint hogy most is működik a Színház és Filmművész Egyetem. Igen, működik ezen a néven. Ott most már nem is a filmes részleg van egyébként, hol ott volt egy nagyon tisztes vetítőnk, ahol mindent lehetett vetíteni, még celluloidot, 35 mm-t is, egy jó hangstúdió, egy tévéstúdió, hát ez is jó, ahol itt ülünk, de egy háromkamerás, vezérlőpultos, tehát egy egészen profis tévéstúdió. Nem tudom, hogy mi van ott, mert amióta bezártam, nem vittem el a kulcsot, ott hagytam a portán, de amióta bezártam este a kaput, és másnaptól már az újak jöttek, azóta nem tudom őszintén szóval, hogy mi van. Akkor most hol tanítasz? Hát egyrészt én már régóta tanítok egy nagyon kiváló, ez magánegyetem, a Metropolitan Egyetemen, aminek van egy filmtanszaka, ahol nagyon jó tanárok vannak egyébként, rendezők, operatőrök, vágók. Most egyre jobbak, ugye, mert most nagy tér nyílt előttük, hogy ők legyenek az igazi jó filmes egyetem, és természetesen a Free SF-én, amiben megpróbáltuk, nem csak megpróbáltuk, hát sikeresen átmentettük azokat a diákokat, akik nem akartak ott maradni, tehát őket tovább tanítottuk, és ebben az ünnep MX programban kapnak diplomát, ugyanolyan, sőt talán még jobb, európai értékű diplomát kapnak kiváló európai egyetemekről. A Bécsi Egyetemről kapják a filmesek a diplomát, a doktori iskolások azok a Salzburgi Egyetemről kapják a diplomát, a színházasok azok különböző más szintén német és lengyel egyetemről például. Tehát sikerült megoldani, hogy ne legyenek röghöz kötve, ha nem akarnak maradni, és hát a filmes diákoknak kb. A 95%-a nem akart maradni, tehát gyakorlatilag a teljes társaság ott hagyta, azokat sikerült, ha már elkezdték a tanulmányaikat, diplomához juttatnunk. És akkor ezek szerint magyar rendezők ezen túl több helyről kerülnek ki?
Igen, hát a diplomájuk, ugyanazt tanulják, ugyanazok tanítják őket, de a diplomájukon a Bécsi Egyetem pecsétje. De gondolom, hogy az egyetemen, az igazi egyetemen is van rendezői szak, továbbra is, nem? Ja, hogyha erre gondolsz, természetesen van, ezt a Koltai Sutyi, a Koltai Lajos csinálja. Nem tudom, hogy működik és milyen. Természetesen nem is a Koltaival lenne baj, hát ő azért egy jó szakember. Hogy a gárda többi része milyen, és egyáltalán ezt hogy tanulják, és ezzel a szemlélettel és vezetéssel, aminek a megnyilvánulásai számomra finoman szólva a legkevésbé sem rokonszenvesek vagy kultúrbarátok, inkább ideológikusak. Azt most nem tudom, hogy megy ott a munka, mert én azóta nem voltam benne, a Vas utcába kellett egyszer vagy kétszer bemennem, mert még volt doktori iskolás téma vezetettem, és akkor ugye annak a védésére természetesen elmegy az ember, de egyébként én azóta nem voltam benne, tehát nem tudom, hogy megy ott a munka. És akkor most még egy vissza, még egészen visszalapozunk a történetedben, mert hiszen ahhoz képest, hogy te filmkritikus vagy, és mindig is az voltál, és az is akartál nyilván lenni, a jogi egyetemet végezted, de te dr. Báron György vagy. Többszörösen is, mert most már a film és tévé doktorátusom is meg kellett, hogy legyen ugye az egyetem, ja, de meg is lehet, hát elvődöttem. De hogy kerültél a jogi karra? Hát ez egy nagyon egyszerű történet. Akkor mindenki a bölcsészkarra akart menni, szociológia szakra. Most gondolom, senki nem akar, most mindenki valami üzleti szakra vagy informatikára akar, de akkor az volt a sztár szak. És felvettek két vagy három embert, maximum négyet. Tehát nem volt túlzottan könnyű. A másik humán egyetem, a jogi egyetem volt történelem és irodalom felvételivel, és oda felvettek 300-at. És egy csomó olyan ember, akiről a vak is látta, hogy ebből nem lesz fiskális. Csak most néhány nevet mondjak, a Vámos Miklós nevű író velünk járt, a Szikora János rendező velünk járt, a Kőbányai János nevű író, szerkesztő, szociográfus velünk járt, a Demszki Gábor, akiről szintén a vak is látta, hogy ebből inkább politikus lesz, meg szociológus, mint jogász, ő is velünk járt, a Szkárosi Endre, a Magyar Avantgárd, egy nagyon jelentős alakja, ő is egy ideig velünk járt. Tehát volt azért ott egy olyan csapat, akiről látszott, hogy ezek filoszok, ezek humán értelmiségiek, de az biztos, hogy nem mennek majd el ügyésznek. Hogy kezeltek benneteket a jogásztanárok, akiknek az volt a dolguk, hogy jogászokat képezzenek? Hát egy kis furcsasággal, de nem volt velük igazából gondunk, azt kell, hogy mondjam, mert megtanultuk a tananyagot, hát azt meg lehetett azért valahogy tanulni, levizsgáztunk támunkra, ez volt a fontos. Az, hogy közben a Vámosnak megjelentek mondjuk könyvei, vagy a Szikora rendezett a egyetemi színpadnak a lenti traktusában a Brobó nevű társulatával különböző nagyon avantgárd előadásokat, hát erről vagy nem tudtak, de ha tudtak is, akkor inkább úgy kicsit tisztelték, hogy jó, hát akkor ezek még ezt is, de azért levizsgáltunk, de nem volt semmilyen feszültség ilyen kérdésben. És akkor a jogi egyetem után pedig az első munkahelyed, jól tudom, hogy a Magyar Rádió volt? Igen, mert ott néhányszor találkoztunk, legyek. Több évig együtt dolgoztunk, ez ugye nem titok. Külföldi adások főszerkesztőségén, oda hogy kerültél? Úgy kerültem, hogy ki volt rakva egy plakát az egyetemen, hogy a Magyar Rádió keres. Volt egy ilyen stúdiója. Az ifjúsági stúdió. Igen. Pár évvel ezelőtt a Neje Gyuri volt itt, és ő mesélte, hogy ő is úgy került a rádióba. Igen, és akkor azt hiszem, hogy még a Szikorával úgy gondoltuk, valami állás kellett, hogy ide jelentkezünk. Aztán ő nem ragadt ott, de én ott ragadtam. Alattunk járt a Rangos Kati, ő is ott ragadt. Miután én nem is akartam rádiós lenni, nem is vagyok rádiós, csak a rádióban dolgoztam, tehát úgy nem vagyok rádiós, ahogy mondjuk egy Bolgár György rádiós volt, vagy egy, tehát ezek az igazi rádiósok. Tehát kerestem egy olyan helyet, az ugye elég furcsa, ahol nem kell beszélni. Mert írni azért inkább szerettem, mint beszélni. Az elég fura, hogy valaki jelentkezik a rádióba, és egy feltétele van, hogy ne kelljen beszélni. Nem, mintha fotósnak mennék, de fényképről szó se lehet. De akkor mondták nagyon kedvesen, hogy hát itt van a Sufniban egy ilyen hely, ahol ott nem kell, ott lehet írni is csak. És ez volt a külföldi adások főszerkesztősége, beállítottam, hát jól ismered Szilágyi Edit,
volt főnöknünk, már nem él, és elmondta, hogy ők mit mondtam, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel. Mi érdekli? Mondom, hát itt nincs egy kultúrovat. Az tényleg nincs, tudományos rovat van, és mezőgazdasági is, hát ez nagyon fontos, de kultúrovat nincs. Mondom, írnék a magyar kultúráról. Jó, próbáljuk meg. És akkor így történt, ott eltöltöttem. Úgy gondoltam, hogy ez nagyon ideiglenes, hogy csak pár évtizedet töltöttem el ott. Majd, amikor a Körösi Zoli nevű író lett a irodalmi vagy művészeti főszerkesztőség vezetője, hát ott elég sok ismerősöm, barátom dolgozott, éppen filmes szakember nem volt, de hát azért voltak filmes, kulturális műsorai, akkor megkérdeztem, hogy nem mennék-e át, nem akar-e engem oda. Azt mondta, hogy de, persze, gyere, és akkor átmentem oda, és akkor sok-sok évig ott is kulturális műsorokat, illetve ott már beszélős műsorokat is, bár az volt a szerencsém, hogy a Németh Gábor nevű egyébként kiváló prózaíró, neki nagyon is szép hangja volt. És általában a műsorokat én szerkesztettem, és ő beszélt. Volt kivétel, de azért ez volt a rend, és ezzel azért mindenki jobban járt. És akkor meddig voltál a rádióban? Ugye közben a külföldi adások főszerkesztőségét azt meg is szüntették. Igen, de én akkor már mindig szerencsétlen, amikor valami megszűnt, akkor mindig átmenekültem. Tehát mindig volt egy másik mentőhajó, amire át tudtam lépni. És hát 90-valahányban, amikor a Suh éra volt, fura mód, tehát nem ez a, mert időnként voltak ilyen jobboldali hatalomátvételek, ez egy technokrata hatalomátvétel volt, amit ugyanúgy utáltam egyébként. Akkor mentem el, mert akkor elkezdődött az az őrület, hogy mindenki írjon például, mert ilyen technokrata tanfolyamokon, menedzser tanfolyamokon edződtek ezek az új vezetők, fogalmuk sem volt arról, hogy milyen egy rádió, vagy általában milyen a kultúra, és hát innek írjon timesheetet, meg hogy ne tölts... Mit írjon? Timesheetet, tehát írja le, hogy ezt akkor elmagyarázták egy értekezleten, hogy ez úgy néz ki ez a timesheet, hát ez nyilvánvalószínűleg jó egy rendes menedzsmentben, de nem a rádió. Meg hogy mennyi időt készül egy műsorra. És akkor én nekem éppen volt egy ilyen életút interjú sorozatom a Jancsó valakit, tehát ugye nagyon régóta nagyon jól ismertem, a filmjeit is jól ismertem, jóba voltunk, mindig bevittem kocsival, elhoztam kocsival, beszélgettünk egy-két órát, felvettünk egy csomó anyagot. És akkor azt kérdeztem tőle, hogy hát én ide most két dolgok beírni, hogy mennyit készülök erre, vagy azt, hogy nulla órát, mert természetesen nem készülök, mert tudom, vagy azt, hogy 35 évet, mert akkor ismertem meg a Jancsót, és azóta bővítem ezt a tudást. És azt hittem, hogy azért valamit értékel ebből a humorból, de ilyen bizonyos szemekkel rám lett, és azt mondja, hát akkor el fogunk gondolkodni, hogy egy ilyen hosszú felkészülési idő az megérje nekünk. Ez ki? Ez a Suh volt meg a helyettes, a Keréd, ez konkrétan, ha jól emlékszem, a Suh volt, mert őnek volt ennyire nem volt humora. Azt hittem, hogy viccel, de nem viccel, ez teljesen komoly volt. Meg azt is mondta akkor, hogy nem kéne annyit lenni, hogy mérni kell, hogy mennyi időt van az ember a pagodába, az étterembe. Ő nem tudta, hogy a műsorok a pagodába és az étterembe születnek. Hát ez, még Hollywoodban is ez a szabály, hogy mindenki délre megy be a stúdióba az összes forgatókönyvéről, és ebéd közben és ebéd után születnek a forgatókönyvek, és nem reggel 8-kor mennek be forgatókönyvet írni, mert nem hülyék. Meg akkor nem lehet forgatókönyvet írni. Tehát az egésznek volt egy ilyen, és volt a francnak kell, én akkor már nagyon sok évet tanítottam a Színház és Filmművészeti Egyetemen, tehát akkor már félállásban voltam, és akkor jött el az a pillanat, amikor éppen sikerült megint átlépnem egy másik hajóba. Kinéztem az ablakon a Szentkirályi utcában, átnéztem az utca túloldalára, mert ugye a Szentkirályi utcában volt a rádió egyik épülete, ott volt a másik munkahelyem, az egyetem, nem volt túl messze, és átmentem oda, és ott maradtam. Igen, ritkaság egyébként, hogy téged nem kirúgtak, hanem magad mentél el. Volt egy ilyen távozási program. Tehát ugyan magam mentem el, de volt egy nagyon kedves ösztönzés. Rajta voltál a listán? Valami volt, valami lehetőség volt, hogy el lehetett úgy menni, valami kedvezménye, már nem tudom mi, többen, a Németh Gábor is akkor ment el egyébként. Néztük, és azt mondjuk, ez a legjobb alkalom, most kell elmenni, most éppen most kinyitották a ajtót, hát kimentünk rajta. Rengeteg kérdésem lenne még, de az időnk lejárt sajnos, úgyhogy már csak egyetlen kérdést teszek fel, és röviden válaszoljál rá. Nem unod a filmeket? Nem. A legkevésbé sem, még mindig otthon, elmegy egész nap, ülök valami filmes idén, vagy vetitek a hallgatóknak, és hazamegyek, és akkor kikapcsolódásképpen, hát akkor be kéne tenni egy filmet.
Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.